Emlékkiállítást rendeztek be a Siklósi várban Batthyány Kázmér tiszteletére. A gróf 1848. április 22-től Baranya vármegye főispánja, majd szeptember 17-én kormánybiztosa lett. A tárlatot március 14-én nyitották meg a leszármazottak részvételével. Batthyány Kázmér, ahogy itt el is mondták, hogy akár Bicske, akár Kisbér, akár a Siklósi Birodalom, tehát hogy uradalmak, ezek tartoztak hozzá. És a Batthyány család az 1720-as évek elejé óta van, vagy volt jelen itt a várban. Ahogy az előbb mondta, hogy hát, hogy milyen jó lenne, hogy bejönne az ember a várba, és hogy egy mellszobrot szeretne. Én ezt nagyon nagy előrelépésnek érzem, hogy lett egy emlékszoba számára kialakítva, és ez is ilyen összefogásban, és akár, hogy a külügyminisztérium is támogatta, mivel hogy Batthyány Kázmér maga volt Magyarország első külügyminisztere. Remélem, hogy ez állandó lesz, és hogy továbbiakban is szeretnék majd bővíteni akár a Batthyány családnak a jelenlétét. Mi magunk, mint Batthyány család, 2010 óta járunk ide folyamatosan, mint Harkány, mint Siklós térségébe. Batthyány Schmidt Margit fia, a 23 éves boldizsár is eljött az emlékszoba megnyitójára. Ez szerintem elsősorban egy hatalmas büszkeség nyilván annak, aki ezt a nevet hordozhatja, viselheti, de ezek mellett nagyon nagy felelősség is, mert nem lehet egy ilyen névvel játszani, tehát nem lehet kitenni olyan dolgoknak, hogy csorba essen ennek a névnek a hírnevén, ezt fenn kell tartani, és ez csak is a viselői tudják és tehetik meg. Igen, ez a névkötelez, ez nagyon jól elmondja ezt az egész helyzetet. Azt nem mondom, hogy életstílust kell követni, mert mindenki azt csinálja, amit szeretne, amiben jó, amit tud csinálni, de azt, amit csinál, az mindenképpen egy olyan elköteleződéssel és odaadással, ami hű a nevéhez és ehhez a történelemhez, amit ez a név visel. Először is mindenki felkapja rá a fejét nyilván, hogy ez egy ilyen név. Az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy az a Batthyány, és akkor nyilván mondom, hogy igen, az a Batthyány. És egyébként volt ilyen többször is az iskolában, hogy ilyen-olyan órán, nyilván leginkább történelem órán, de volt, hogy magyar órán is előadást tartottam, például március 15-e, vagy amikor a szabadságharcot tanultuk, vagy más olyan történelmi esemény, például a Mohácsi csatát, amihez Batthyány családnak köze van, akkor mindezt próbáltam egy kicsit a család szemszögéből bemutatva elmondani nekik. Ez a szellemiség, ami apára a fiúra tovább száll, illetve azért vannak régi tárgyaink, van lószerszám, meg hasonló, még török időkből való erekjék, és ezekre nyilván mindennél jobban vigyázunk. Batthyány Kázmér emléktáblájánál virágokat, koszorúkat helyeztek el a megnyitó után. A gróf emigrációban élt, Párizsban hunyt el. 1987-ben születésének 180. évfordulóján a Montmartre-i temetőből hazahozták földi maradványait, és a Siklósi vár kápolnájának családi kriptájában helyezték örök nyugalomra.